Tisztelt miniszter úr, professzor urak, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt konferencia! A múlt már elesett hatalmunkból, a jövendőnek azonban urai vagyunk, figyelmeztet bennünket gróf Széchenyi István. És azt hiszem, érdemes most ebben a pillanatban felidéznünk a gondolatot. A múlt már elesett hatalmunkból nem változtathatunk rajta, még akkor sem, ha nagyon szeretnénk. Nem tudott változtatni rajta a létező szocializmus által hálózatba szervezett és jól megfizetett bértolnokok hada, és nem tud változtatni rajta semmiféle szándék. Viszont a múltat megismerhetjük és meg is érthetjük. Különösen az olyan rendkívül nehéz idők megismerésének és megértésének van tétje, mint az az 1944-es esztendő, amelyre most 70 éve elmúltával emlékezünk. Megismerhetjük és megérthetjük, ha vannak elkötelezett történészeink, akik ismerik a szakmájukat, értik a küldetésük súlyát, és megteszik, amit meg kell tenniük, ezért köszönöm mindnyájuknak, hogy ma itt vannak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 1944 a magyar történelem egyik leggyászosabb esztendeje volt. Megszakítva a köszöntőmet, mély tisztelettel üdvözlöm Horváth János képviselő urat, a Magyarországgyűlés korelnökét. Szóval ott tartottam, hogy 1944 a magyar történelem egyik legszörnyűbb esztendeje, csak is a legnagyobb katasztrófákhoz, 1241-hez és 1526-hoz mérhető. Olyan év, amely a maga 100 meg 100 ezer halálával, deportálásaival és hadi eseményeivel a nemzet minden közösségének, sőt minden tagjának az életét alapvetően megváltoztatta és gyökeresen átalakította. Olyan év volt ez, amelyet együtt éltünk át, s amely mégis darabokra törte a magyar nemzetet. Önként vetődik fel a kérdés, mi maradt meg belőlünk 1944 után? Mi maradt meg abból a közösségből, a modern magyar nemzetből, amelyet 1848-49 hozott létre, és amely a kiegyezés kompromisszumai után végre elindulhatott a felemelkedés útján, s amely jól-rosszul megállotta azt a próbatételt, amit a nagy háború, az első világháború, és aztán Trianon jelentett. Mivé lettünk 1944-ben? Mivé lettünk az 1944-hez vezető úton? És mivé lettünk 1944 után? Mivé lettünk a nemzeti és a nemzetközi szocializmus ideológiája által meghatározott totális terrorrendszerek két nappal nélküli egymást követő éjszakájában? Mi tört ketté azokban a rettenetes napokban, és mi volt a rávaló emlékezés manipulált voltában? Mit gyógyíthatott meg 1956 és 1990, és mire nem találtunk a mai napig megoldást? Hiszem, hogy a mai találkozásunk után közelebb kerülünk a válaszokhoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a történelem tudománynak fel kell mutatnia a példákat. Fel kell mutatnia a jó példákat. Azoknak az embereknek a történetét, akik a legnehezebb időkben is teljesítették a kötelességüket. Még akkor is, amikor ez halálos kockázattal járt. Azokét, akik embereket mentettek, azokét, akik felemelték a szavukat, azokét, akik a maguk helyén megtették, amit kellett, és megtették, amit lehetett. Azokét, akik túlláttak a maguk sorsán, és saját maguk mentésén túl mások sorsára, az ország sorsára is gondoltak. A végelszámolásnál elmondhatjuk, nem tudták megmenteni a hazát, de meg tudtak menteni sok-sok ember életet. És ezzel sokkal többet tettek közös megmaradásunkért, mint amit akkor el lehetett volna képzelni. Ma egy magyar királyi honvédtisztre emlékezünk, aki egy rendkívül nehéz, élére állított pillanatban végrehajtott egy parancsot.
egy olyan parancsot, amelynek végrehajtása nem volt magától értetődő, és ami komoly személyes kockázattal járt. E parancs végrehajtásának következtében százezrek élete menekült meg. Fel kell mutatnunk a megvetendő példákat is. Azokat, akik egy ideológiától elvakultan, vagy csak karriervágytól, vagy haszonleséstől hajtva gyilkoltak és áldozták fel egy ország sorsát. Fel kell mutatnunk egy kort, amelyben két tömeggyilkos rendszer közé beszorulva felmorzsolódott először a magyar szabadság, majd a magyar állam is. Nem legendákra van szükségünk, amelyeket háromszavas kampányüzenetként, akár bunkósbotként lehet forgatni az aktuál politika küzdőterén, hanem a történelemre, a maga részleteiben, összetettségében megragadható múltra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mi nemzetékünk feladata a jelen és a jövő. A jövő, aminek a múlttal ellentétben viszont urai vagyunk. Az, hogy megszülessen újra egy nemzet, ami az őt felépítő közösségek minden különbözősége mellett is közösen tudja szemlélni a múltját, együtt tudja élni az életét, és a megmaradás és a boldogulás útján járhat. Ez a feladatunk, mindnyájunknak. Köszönöm, hogy ma itt vannak, és nagyon sikeres tanácskozást kívánok. Köszönöm szépen.